Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, március 24-én és március 25-én kinyílik egy égi kapu, ezek az úgynevezett portál kapuk. Ez azt jelenti, hogy a mi naprendszerünk is mozog. És bizonyos napokon megjelenik, illetve a Földünk tekint ebbe az irányba, ez a központi nap. Én ezt a központi napot mindig összehasonlítom Holle anyu meséjével, hiszen ha ebbe az irányba tekintünk, akkor használhatjuk ezt a finom energiamezőt, ennek van gyógyító ereje, itt kinyílik egy új kapu, ezek a lehetőségek, ez egy spirituális terület. Ha nyitottak vagyunk erre, akkor mi vagyunk az Arany Mari. Ha félünk ezektől a napoktól, és úgy érezzük, ez lesz itt egy kihívás, akkor nem bízunk ebbe, akkor mi vagyunk a Szutykos Mari. Tehát legyünk nyitottak erre a finom energia mezőre. 24-én van egy ilyen portál nap, kinyílik egy portál kapu. Ezen a napon Csikcsán uralkodik. Lefordítva ez egy kígyót jelent. Ez utal a gyógyító erőre, utal a megújulásokra. Ez olyan lehet, mint egy újjászületés. Csikcsán az aktiválja a szexuális energiát is. Ezen a napon, 24-én a Hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, ráhút, és az megvilágít valamit, megnagyobbít valamit, láthatóvá tesz valamit. Ez egy új irány, ezek lesznek a változások. Ezen a napon majd tartok egy szertartást, ahova jelentkezhettek, este 11 órakor indul, mint egy ilyen energiai egyensúly, a díjam 4000 forint. 25-én, egy nappal később, újra lesz egy ilyen égi kapu nyitása, de más energia, hiszen itt akkor Kimi uralkodik, és Kimi az lefordítva egy hidat jelent. A kapcsolatot az égi hatalom és a föld között. Ezen a napon itt is kinyílik egy kapu, ez lehet a hitünk, ez lehet az égi hatalom, egy spirituális terület. Ezen a napon kívánhatunk valamit, hiszen érezhető ezen a hídon, ezen a kimi energiánál, hogy van egy átmeneti időszak. Vannak tervek, lezártunk már valamit a múltból, van egy új irány, de nem tudjuk még, hogy tudnánk a terveinket megvalósítani. Itt segít ebben ez a kapu, ez az energiamező, ez az égi hatalom. Tehát egy ima az megvalósulhat, imádkozhatunk a jó Istenhez, hogy legyen szerencse ennél az új kezdetnél, hogy meg tudjuk valósítani a terveinket. Ezen a napon szintén lesz egy szertartás, ami este 11 órakor indul. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel!